Házi őrizetbe kerülhet Tarsoly Csaba. A bíróság ugyanis úgy látja, nincs szükség az előzetes letartóztatásra. A döntés elsőfokú, az ügyészség fellebbezett. A végső döntésig azonban még börtönben marad a volt Questor vezér. Tarsoly Csabát viszik el. Ezek a felvételek fél éve márciusban készültek a letartóztatásakor. A bíróság most vizsgálta felül a kényszerintézkedést, és elsőfokon úgy döntött, hogy elég a házi őrizet. A Questor vezért és két másik társát azért tartóztatták le, mert kiderült, hogy 150 milliárd forint értékben adtak el fiktív kötvényeket. A károsultak azóta is tüntetnek, mert hiába született törvény a kártalanításukról, sokan még mindig nem kaptak semmit. A nagy halak megúzták. A Jobbik szerint felháborító, hogy Tarsolyék kijöhetnek a börtönből. Volner János szerint Magyarországon hamarabb kerül börtönbe, aki 150 forintot lop, mint az, aki 150 milliárdot. A Jobbik frakcióvezető helyettese azt mondta, úgy látszik a kormány barátai még egy ekkora botrányt is megúszhatnak. A Questor ügyben 150 milliárd forintos fiktív kötvénykibocsátás történt, de még 150 milliárd forintos károkozás is kevés ahhoz, hogy az Orbán kormány barátai megkapják méltó büntetésüket, és a törvény szigorával lesújtsanak rájuk. Az MSZP is értetlenül áll a bíróság döntése előtt. Szakács László szerint Tarsoly Csaba a legaljasabb eszközöktől sem riad vissza, hogy mentse a bőrét. A politikus arra emlékeztetett, hogy a volt Questor vezér egy büntetett előéletű közmunkásnak akarta átjátszani a céget. Ez az évszázad broker botránya, ahogyan ezt a köznyelvben is hívják, és ennek a legfőbb gyanúsítottjának valószínűleg a legszigorúbb kényszerintézkedés alatt, tehát valószínűleg az előzetes fogvatartásban kellene a nyomozás végéig maradnia. Ez attól lóvja meg a büntető eljárást, hogy nehogy összebeszéljen tanúkkal, nehogy esetleg meghamisítson bizonyítékokat. Az ügyészség fellebbezett a mostani döntés ellen, emiatt nem emelkedett jogerőre. Ez azt jelenti, hogy a gyanúsítottak egyelőre nem jöhetnek ki a börtönből.